Sok szeretettel üdvözöllek titeket, szavaztok, én Miskovics Marci vagyok, mint minden évben eljövünk a Velencei tóhoz az EFOT-ra, hogy megnézzük, hogy mi újság van itt. Na cső! Bátya, te live-ozol, nem? Igen, igen. Két okosnak a nyomdokaiba akarsz lépni? Hát nem csak így. Így home live. Hány órája live az és hányan nézik? Egy? Pont egy? Egy-két. Maximum eddig hat volt, de... Ezek ismerősök? Spanok? Szülők? Család? Random követők. Csak így, akik nem tudtak eljönni, annak... Streamer. Meg kicsit beszartál te a formától, nem? Ijesztő volt. Igen. Bátya, és mik egyébként a visszajelzések? Miket írnak ilyenkor? Igazából már rá vannak hype-olódva az koncertre, a ilyenekre. Nem akarsz a két okos nyomdokaiba lépni a streambe? Nem, mert nem tudom, igazából először Twitch-en próbáltam streamelni, de befosott az a... Párként vagytok itt az EFOT-on amúgy? Igen. Hogy lehet ez bírni párként amúgy? Egyrészt ezt a hőséget, másrészt ezeket a sok embert. Egyszerű, de nagyszerű. Egyszerű a megoldás. Azt mondd el nekem, légy szíves, hogy ilyenkor a barátnődre nem mennek rá sokan, nem kell egy hárítani a férfiakat? De figyelj, kell. Kell őket, de hál' Istennek nagyon hűséges, úgyhogy... Abban nem is volt kétség. Nem, én csak nekem a barátom azt mondta, hogy nélkülem nem megy el többet, mert ha nem vagyok ott, mindenki rámegy. Hát figyelj, az előbb elmentem pisinimre, kijöttem, ketten ott álltak mellette. Tényleg így volt? Megkérdezték, hogy honnan jöttem, mondom a túloldalról. De az hogyan? Mert hogy a túlpartról? Igen. Azonnal ismerkedtek, felszedni próbáltak, nem? Igen. Megjelent a barátod, kigyúrtam, befeszített, az végük volt. Már igen, ott sem voltak. Hallották, hogy bent vagyok, azt tudod, mire kijöttem. Elég is volt, itt a fecóka is, a Froner fecó. Na jó van, puszilunk titeket, szavaztok, jó buli. Halló! Mi újság, bátya, merre jöttél? Igen, én kurva messziről jöttem, egyébként Hajdúnánásról, tehát... Na. Az én... Hogy találtad meg akkor az EFOT-ot amúgy? EFOT-ot? Én úgy nyertem a jegyet, tehát arról ételtek. Tehát... Nyerted? Persze. Hol? Eolnos versenyen. Villamosmérnök versenyen. Miért a villamosmérnöknek készülsz? Így van, így van. Menjettem a csapatommal az egyik fordulót, és akkor mi kaptuk a bérletet. És akkor itt vagyunk, mi nagyjön, kurva nagy a parti. Az viszont nem kellemes, amikor a csajra ráborult a budi, és a nyakáig ért a szar a csajnak, mikor nem mondj már, bazd. Most történt? Nemrég ott borult rá, bazd meg a fosom lenny, érted? Hallod? Segítettetek felhúzni a tojtojt, hogy mi volt? De hogy végignéztük, bolond vagy? Ott a fiúkat álltak és így nézték csak, nem? Ezt csak. Igazi úri emberek. Nagy volt, bazdnek, szerencséten. Ilyen szagok voltak ott, mert van egy kis rétségszag. Itt a bátya. Káosz TV. Csókolnák. Mi ez a Mikulás sityak? Mert sok itt csávot láttam az OTL-en ilyen Mikulás sityakba. Hát ott... Mit kell tudni erről? Osztották, ilyen kis manó volt beöltözve. Micsoda? Kis manó. Tehát volt egy csávó, manó jelmezbe. Ők mennyire mennek ám így a Mikulásra így nyáron? Hát mivel ugye teljesen másik évszak, egy-kettő például most... Két szak? Itt mutatom. Teljesen más a két, micsoda? Hát, tehát egy másik évszak. Ja, évszak, úgy értem, teljesen más a két szag, és nem értettem, hogy mire gondolsz. Nem, csak már kicsit bejutunk előtte. Ja. Miket fogyasztotok ilyenkor? Nem, csak alkohol, mi nem vagyunk ez a... Csak alkohol. Az a lényeg, azt is szabad. Azt képzeld, hogy azt mondta nekem egy spanom egyszer, hogy aki sokat edz és sok fehérjét szed, az más szagút fingik. Te erről mit tudsz? Hát figyelj. Fehérjész témál valaha? Rendszeresen fogyasztom, 21-15-kor minden napra van. De akkor már rejt, de várjál bátyád, akkor most kéne meginnod. 20-10 van. Kikapcsoltam az ébresztőt erre a hétre, mert most itt vagyok. Most lerombolod, aztán felépíted már jövő héttől, nem? De ugye sok vizet kell fogyasztani hozzá. Sokat kell aludni. Hát bazd meg, geci büdös. Nagyon büdös utána. Nem véletlen van, hogy most már fingalót vezetnek be ugye a marhák után. Hallottam a Rádió 1-ben lehet hallani. A fingadók a marhák, lehet, hogy az emberek után is fingadót kell bevezetni. Ne adj Isten. Picóval jöttetek? Nem. Gyalog jöttünk Gödöllőről. Gödöllő? Én tudom, hol van. Ott van a Trafóklub. Ott van, legkomolyabb helyekről. Legyalogoltatok ide a Velencei tóhoz? Le, teljesen. Mi volt ennek az oka, mert nem volt benzin a kuton, vagy mi? Nem volt, nincsen. Éhezés van, az a probléma. Van, éhezés? Éhezés, így van. Jöttetek, az maradék pénzeteket itt elbasszátok, nem? Így van, ez a lényege az életnek. Viszont pacekban vagytok, tetkó, benyírt hajgyerekek, szemcsi, stíl, két bomba nő. Úgy voltam vele, ha nem megyek fodrászhoz, nem jön, nem engednek be ide, szóval muszáj jönni. Pedig abból nem engedték be, mert egy millis volt a haja, nem nullás, azt a vége volt. Nekem nullás, úgyhogy muszáj volt beengedniük.
Srácok, amúgy azt meséljétek, hogy még csak alakulóban vagytok a lányokkal, vagy ti már egy pár, tehát ez egy páros randi? Lát ki, hogy mi mióta vagyunk ketten együtt. Biztos, hogy fiatalok vagytok, ezért egy nagyon sok ideje, tehát szerintem ilyen 4 éve, indokolatlanul sok ideje. 6,5 év. Aj, nem látod, mondom, hogy sok ideje. Na és hogy bírjátok itt a 6,5 évet? Jajjaj, hát én őt már nehezen, de... De, így... de hogy bírod őt? Hát... Azért meg vagyunk. Meg vagyunk. Mind a kettőtöket kérdezem, először téged. Mi a hosszú kapcsolat titka? Tehát én másfél, nekem 2 év volt a leghosszabb kapcsolatom. Fogalmam nincs, hogy mi lehet a hosszú kapcsolat titka. Ti vagytok, ezt tudjátok. Problémákat meg kell mindig beszélni. Nem lehet az, hogy homokba dugod a fejedet, és ami nem vesz, és így ráhagysz a másikra dolgokat? Az nem megoldás. Csak fölrobban az agyad, nem? Az nem megoldás. Én így látom. Az nem. De így beleállsz gyakran, hogyha valami bajod van vele, beleállsz gyakran? Bele, persze. Persze, igen. De azért türelmesnek kell lenni ilyen fiúkkal. Mi a legidegesítőbb szokása? Mind a ketten elmondhatjátok egymásról. Fú, hát nem tudom, nincs ilyen neki. Tehát tökéletes. Hát, ezt ő mondott. Nem, ezt ő mondta? Mert. Én csak azt hallottam egyszer, hogy valaki, képzeljétek el, hogy évekig egy párkapcsolat azért ment tökre, hogy csávó esténként nem mosott fogat, és a csaj nem bírta ezt tolerálni, te ezt bírnád? Nem, biztosan nem. Biztosan. Itt nincs. Azért remélem, hogy most fogad. Nektek, bátya, és neked mi a legidegesítőbb a barátnődbe? Majd kapsz otthon. Azt itt most nem mondom. Azt itt most semmit. Nem kapsz kaját, meg vacsorát. Azt itt most nem mondom azért. Jöttünk a bejáratnál, és volt egy faszi, aki azt mondta, hogy ez az élete első e-food fesztiválja. Az mi a fasz? Street food? E-food! E-food? E-food fesztivál. Mi a tököm az az e-food? Nem tudom. De várjál, meg akarok üzenni az egyik ismerősünk. Egy, kettő, három. Puszi Gergő! Banda neve? Na most kell kitalálni, azt hittem, hogy ti rendesen egy banda vagytok. Várjál. Mi? Gatya. Jó. Figyelj. 3, 2, 1. Gatya! Rossz a fémdetektorotok. Nem jelzett ma... Aha, ott a piercingre jelzett volna, mi? De és a fiúknak a fémdetektora gyakran rátok jelez? Tehát bejelez? Mindig. Nem a fiúkat szeretjük, a férfiakat. Hány éves kortól számít egy fiú férfinak? Ez nem korban méretetik meg, hanem hogy mikor nő be végre a fejelágya. És hát ti mit tapasztaltok, hogy általában mikor? 25 év felett félek tőlük. Mert? Nem. Hány évesek vagytok? Én 20, de 25 év felett félek meg. Meghűlnek, vagy mi? Ijesztőek. Fiatal csajok, meg szokták mondani, hogy épp hogy az idős faszikat szeretik. Na, nyomulós. Mindenki az idősebbeket szereti. Nyomulósak nagyon. 25-től, az alatt meg nem? Nem. Vintage kácsára nem mentek? Nem. Mire mentek most? Most megyünk. De mire? A Valhallóra. Irodalom tanárom úgy megtanított, innen is üdvözlöm Kovács Tünde. Erzsi néni, nem? Nem, Kovács Tünde tanárnő a játszó. Tünde néni akkor? Hát néni, mindegy, nekem mindegy. Bébi, neked csak bébi? Hát akár bébi, akár bébi. Jó nézett ki a tanárnő? Lehet. Kicsit. Tényleg volt ilyen tanárotok, fiúk, akiket így kívántatok már fiatalon, és már jó nők voltak, és rendesen így felszettétek, tudod, van ez a szexi tanárnéni dal is. Hát az inkább neki. Mielőtt lett barátnőm. Mi újság, kasó? Itt vannak végre a nagyszájú gyerekek, na mondjátok, ami bennetek van. Hány óra óta isztok, bátya? Tesó, nem lehet. Hány óra óta? Kamerán kívül nagy volt, de most meg azt mondja, nem lehet. Szerelmes vagyok, a szerelem egy veszély. Kibe? Tessék? Kibe? A barátnőmbe. Hol van? Mindjárt jön egy óra múlva, a szerelem egy veszélyes társaság. Reggel 5 óta fenn vagytok és isztok? Eszély. Miket ittatok, bátya? Figyelj, ami éppen szembe jön. Mutasd már egy ilyen röplabdás dobást, vagy ahogy szokott ez. Vagy mi ez, ütés? Hogy szól egyet, de mint egy... Aha, ej. Van-e? Tessék. Aha, egy készet tudom csak csinálni. Röpis csajokat viszont, ez egy fémdetektor, mert a szervezők szóltak, hogy szúró-vágó eszközöket ki kell amúgy szűrnünk. Meg a kábszer. A pillangók és meg ilyeneket. Az van nátok? Nem, most... Van természetesen. Jogos. Otthon muszáj, mert ha nincs nálad, akkor... Lesz szokott lenni amúgy Miskolcon pillangó? Most viccen kívül kérdezem. Szerintem jó pár ember tart magánál. De... Ugye így az avason mentek, nem? Nem biztos, hogy jó szendék, amit... iskolába. Általános vagy közép? Közép. Avasról nagyon rövid vélemény. Hát... Vigyázzatok magatokra! Az EFOTON friss hír amúgy, tesim, hogy mit szólsz, hogy a sound megszűnik amúgy, nem lesz jövőre már sound. Szarok rám. Igen. Ilyen röviden, tömören? Igen, szarok. Nem vagy egy soundos forma akkor, nem? Nem vetem meg, de nem érdekel. Van helyette EFOT, úgyhogy itt vagyunk. És közel is van. Ja. Haza is mentek, meg minden, tehát hogy nem is szarosztok. Hát remélem nem hazamegyek, hanem valakit fogok. Várj, akkor ez a terv, hogy eljössz egy fesztiválra, valakit fogsz és ott alvás. Így igaz. És eddig hogy alakul ez?
Hát tegnap jól alakult, úgyhogy ma is. Úgyhogy... Spanyaim a múltkor egy éve vagy két éve volt már, a tó másik oldalán találtak csak csajokat, és el kellett menniük oda. Volt már veled is ilyen luft? Nem, én mindig találok magamnak. Te közelben, nem? Igen. Nem, hozzám jönnek. De tényleg te elítélsz egy lányt azért, mert mondjuk sok fiúval volt? Ha mondjuk már 20 fiúval volt egy lány, akkor elítéled? Hát el. Amúgy. Aha. El, de éljenek, de... Hogyha nyilván, hogy a barátnőnek tekintem, akkor elítélem, de... Aha. Ha nem barátnő type, akkor mehet. De azt a az meg Jézus Mária, ezt most nagyon megérdemeltem. Nem hiszem, mert vezetek, bátya, meg vintage kácsára megyünk. Jó van, örültem. Mondjátok meg, miért utánoztok engem? Most valljatok szint! Valljatok szint! Utánzol minket! Hány éve nyomod, bátya? Aha, és... Hát én egy 15-ös beraktam. Na, mizu srácok, erre az éjszakai járatok... Igen, tényleg, nincs éjszaka, még a nappali járatok mennek. Nappali van. Bátya, ez hogy van, hogy ezt bemutatod, ezt az éjszakai járatot, és konkrétan bárhova bemehetsz? Hát azért nem így működik, azért másfél év alatt felépítettük ezt az imidzset. Láttam, hogy van podcast, amilyen sipi volt nálatok, mert minden, de most mit kell tudni rólatok, most tényleg érdekel. Mennyire vetnek, vagy épp nem vetnek meg ellenkezők a csajok, ne bújjál el! Ez miatt? Ez miatt is, meg alapból meg a PSV Matyira full hasonlít, az a másik. A Matyira... Mi? Tesó, haj, pacek, magasság... Ne velem. Jó, amúgy legyen. Amúgy legyen tőled, elfogadom. Tudtam hazudni én soha. Amúgy a nőkkel, hát... Milyen a kapcsolatod a nőkkel, röviden, amióta éjszakai járatos vagy? Ugyanolyan, mint eddig. Ja. Vannak, lesznek, voltak. Lányok, tudtok spárgázni? Ez a napi témánk. Én nem, nagyon nem. Muti már, kaja, Muti, megfogom az esernyődet, vagy mi ez? Ezt a leszekbe volt. Legyező. Megfogom a legyeződet. Mehet. Nem tud még kiszakadni. Gyerekek, így? Tényleg megy neki. Ezután viszont egy hátraszaltót előre. Nem tudsz feljönni, nem? Az nem megy. Gratulálok, ami ilyet még nem láttam tényleg, mert kértem már embereket a spárgára, de ilyet még... Gratulálok, ezért egy csomag víz a tiéd, meg a legyező. Itt van Exem ezen a fesztiválon. Két hete szakítottunk. Miért szakítottatok? Várjál, te kezdjük az elején. Hát én is jártam rossz dolgokat, ő is. Bátya! Sziasztok, család vagyok. Nem, amúgy azt szeretném neki üzenni, hogy legyen nagyon boldog és puszi. Szokott gyakran lenni, ez két évente előjön újra, hogy mit üzenünk az exeknek amúgy. Kedves klubislány! Köszönöm! Hogy legyen boldog élete, de amúgy kapja be. Te? Hát neked nem is volt exed még, mi? Volt már? Miről beszélsz? Azt jó, csak kérdezem, már van akinek. Ezt nyilván meg volt. Hány a számszerű a body countod? Nem tudom, én 20-nál elfelejtettem. Belé szerelmes voltam régen, meg most is. Ezt akartam kérdezni, mi az, hogy régebben? Kicsit rosszul esett. Mikor még a Viva TV-n voltál, te voltál a szerelmem. Köszönöm. És mi változott azóta őszintén? Mi csak már nem vagy a Viva TV-n. Hát, megszűnt, most már hogy legyek? De még mindig azért. Itt a Káosz TV. Szia, Káosz TV. Na de hát akkor most ezt kérlek, ez egy szerelmi vallomásnak vettem. Köszönöm szépen, jól esik. Szeretlek, Marci. Köszönöm én is téged, de nem úgy, Nikó, nem úgy. Tartsd meg a jó szokásod, és inkább belém legyél szerelmes, mint a Pető Brunóba, jó? Brunóként írtam alá. Jó. Ez jó? Nekem jó. De a tiéd is kéne. Jobb az enyém, nem? Persze. De így a Brunótól legalább már nem kell kérned. Kösz szépen. De én veled mondtam fel a Viva TV-n. Én meg veled akkor ezek szerint. Úristen. Szóval, de mit szólsz hozzá, hogy most itt egy valomba, mit tippelni, hány éves vagyok? 28. Elég beeltaláltad. Figyelj, mi egy korosztály vagyunk gyakorlatilag. Szomorú vagy, hogy vége a Viva TV-nek? Igen, nagyon szomorú. Nagyon. Ha lehetne számot kérni ebben a műsorban, milyen számot kérni és kinek küldenéd? Mindenki azt mondta... Hogy? Mindenki azt mondta, hogy csak ne... Csak? Nem, mindenkinek, aki szereti, azt mondták. Mindenki, aki szereti. 10 000 a 10 000. Milyen 10 000? Hát 10 000 forint, hát most nem. Micsoda? Hát 10 000 csak leszopok már valakit. Mindenki full le van barnulva, ti? Olyan fehérek vagytok, mint én, napra az életben nem megyünk. Várja Marci, annyi volt, hogy mi a Solid kihagytuk direkt. Direkt módon hagytuk ki a Solid. A mai menü! Mit? A mai menüs gyerek! Levente, ismerős arc vagy! Marci, mi a nagymenüvel kezdtük be az egészet, mi direkt kikértük a nagymenüt, elképesztő módon át... Milyen nagymenüt? Átbufetszeztünk itt a nagy... Fenceztetek? A mezőn, ahol le volt aratva a föld.
De szerettem. Hogy nem vagytok porosak? Pizvári Gábor? Hát... más szinten vagytok porosak? Megmosakodtunk sajnos. Nem, azt mondja, Spanot bukfenceztetek. Igen. Mutassátok már be, bátyja, de mutass... Bukfenc, hátra bukfenc. Mutass már, nem hiszem el. Szopják ki a faszunkat, szerintem. Ti is amúgy gyanúsak vagytok, mert már nap, ne se ment a nap, de napszemcsibe nyomjátok, csak a rutinos fesztiválozók tudják ezt. Miattad te, miattad? Hallod? Kusz Milán! Te vagy az, Kusz Milán! Hajrá, Kusz Milán! Te vagy a legnagyobb Kusz Milán, de szeretlek! Felcsúszik, tesó, a gallér, azt megfázik a mikrofon. Eldöntem, hogy melyik a jobb bátya. Ti egy, a júj, azt a kurva életbe. Ez inkább már félszaltó volt, esi. Bruno, két okos futok, látjátok? Szevasztok, lányok. I still believe, still believe. Így kell érkezni. Tudod, hogy neked a nővéred volt a babysitterem? Tesóm vagy én vagyunk a normálisabbak, most dönthetsz. A tesód. A tesód. Na mondjad, bátya. Tesó, vágott, hogy kint egy csaj felborult a izével? Most már több egyére mondjátok. Több ember mondja, de láttátok? Láttuk, geci. Hogy borult fel? De egyszer csak, de a csaj... Geci idáig. Tiszta szar volt a csaj, esküszöm. És úgy jött ki, úgy nyitott ki. Így bazd meg, a hajából csorgott a szar, esküszöm neked. Nagyon durva volt. Hogy sikerül, hogy lehet felborulni egy tojtója? Felborították vagy ő magától? Nem lehet, hogy hintázott vele? Felborították. Hogy máshogy? Lehet, hogy hintázott benne? Ki tudja. És mi van, ha szerelmeskedtek és annak a löketétől? Gurult benne. De a szarban. Így van. A szarban és a tojtojban. A rókát keressétek meg. És a róka nincs meg, nem tudjuk hol van. Elszökött a róka. Tesó, arra van szó, hogy disznóvágás lesz. Ugye? Mi is ezt keres? Csaba van. Lehettem basz meg azért, ugye? Hogy a kurva rókával disznóvágás reggel nyoszkó. Kedduta itt vagyok. Ezt látod? Elmaradt a disznóvágás. Ízvesztem, bepótoljuk. Fejezd már be!